Tényleg most rosszul haladunk? Rosszul haladunk, rosszul haladunk. Én úgy gondolom, hogy az eddigi egy évnek a legrosszabb 2-3 hete következik. Tehát ez az angol mutáns, ez elég komolyan fertőz, úgyhogy... De már a brazilt is kimutatták állítólag. Az még ne legyen itt, szóval a brazil az még rosszabb. Úgy, azt hogy, tudom, meg a dél-afrika. Meg a dél-afrika. Hát igazából ez a kettő, amiről azt mondják, akkor hogy ezért az a nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Akkor mit tudunk mit tenni, bocsáss meg, tehát hogy nyilván mindenki várja az oltást. Most lezárások, korlátozás van, elég kemény 2 hét, tehát hogy tényleg szinte sehova nem lehet menni. Mégis mit tudunk mit tenni? Tehát hogy a lakosság ebben a helyzetben azon túl, hogy persze betartja a szabályokat, még mi az a plusz, amit tudunk csinálni? Igazából a védekezésnek a módjai azok megfelelőek a vírusok ellen, a mutánsok ellen is, tehát hogyha betartjuk a szabályokat, maszkot használunk, nem járunk házi bulikba, nem vagyunk zsúfolt helyeken, azért meg tudjuk magunkat védeni. Tehát a maszkon azért nem megy át a braziliai mutáns sem.